Szép idő van és irány a kert, mondanám, de azért előbb nem árt, hogyha megkérdezem vendégemet, Megyeri Szabolcs kertészmérnököt, hogy tulajdonképpen mik most az első teendők a kertekben? Igen, hát én is virágos napot kívánok mindenkinek. Az nagyon fontos, hogy átgondoljuk, mielőtt csak úgy nagy hívvel kimegyünk a kertbe, hogy mik a legfontosabb teendők. Azért is fontos ezen elgondolkozni, mert egy jól kivitelezett tavaszi kertbintás gyakorlatilag egész évre befolyásolja a kertünkben végezhető tevékenységet. Látom, van egy olyan szelszám, amit nem is tudott letenni és otthon hagyni, hanem a kezében maradt, mikor bejött. Igen, ennek van egy nagyon hosszú nyele, ami több mint 2 méter, igazából ennek cserélhető a nyele, ami azért jó, mert hát így a válság éveiben elég, hogyha egy jó nyelet veszünk, ez ugye jó szerszámfele munka, mondja is a közmondás, érdemes inkább drágább szerszámokat venni, tehát mondjuk ilyen 1-2000 forintokért kaphatok ilyen egyszerűbb ilyen lemezások. Érdemes inkább ilyen 6-8 ezer fontos, ilyen ergonomikusan kialakított ásókat vásárolnunk, és akkor attól biztos, hogy nem fog megfájdulni mondjuk a derekunk. Tehát... Jó, első teendő, tehát tavasszal a kertben a vásárlás, a második pedig már a gyeppel lesz kapcsolatos. Pontosan, ugye a gyep az a legnagyobb felületünk, ami igazából olyasmi, mint a nappalinkban a szőnyeg, ugye, amit porszívózni, illetve hát takarítani kell. Ez ugyanolyan, mint egy ilyen tavaszi nagy takarítás a házban, ugyanezt a kertben is el kell végeznünk. Hát ez egy elég félelmetesnek tűnő szerszám, valójában tényleg nehéz vele dolgozni, van egy lazább nyele, illetve van egy kicsit sűrűbb beosztása. Van neve? Úgy hívják, hogy gyepszellőztető gerebjen. Ez van gépi formában is, hát ez természetesen drágább, szerintem egy kertben bőven elég egy ilyen kézi szerszám, ezt egyszer kell megvásárolni, és minden tavasszal, nem könnyű munka egyébként, hát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy belemélyeztjük a gyepünkbe. Föl kell hasítani. És föl kell hasítani, igen. Hát ugye mindig meg kell várni, még természetesen a fagyok elmúlnak, mert már láttam olyat is, hogy valaki még a fagyot fölben gerebjéz. Meg kell várni, még egy picit kiszikkad a gyep felületünk, mert akkor eléggé sok kárt tudunk okozni, és akkor utána gyakorlatilag az elmohásodott, elhasználódott gyepünket ki tudjuk vele gyönyörűen gerebjézni. Fiatal gyepeknél is alkalmaz. Igazából ez olyan 2-3 év után szükséges. Tehát, hogyha mondjuk valaki tavaly vetett ősszel, vagy tavaly nyáron legyepszőnyegezte a kertjét, akkor idén ez még nem annyira fontos, második, harmadik évtől javasolt ez. Jó, végig gerebélyeztük kint a gyepet, gyümölcsfák. Igen, hát a gyümölcsfák hasonlóan a rózsákhoz, mondjuk, amit meg egyéb ilyen cserékhez, amiket meg kell metszeni. Nagyon oda kell rá figyelni, hogy egy viszonylag rövid idő áll rendelkezésünkre, amíg ezeket szakszerűen meg tudjuk metszeni. Ugye érdemes megvárni, míg elmúlnak a fagyok, amiken most már bőven túl vagyunk, de azt észrevettük, hogy az elmúlt években sokszor szinte elmarad a tavasz. Tehát 1-2 hét van, amíg ez a klasszikus tavaszi idő van, ameddig ilyen 5-10-15 fok van, és utána hirtelen berobban a nyár. Ezért nagyon figyelni kell arra, hogy addig, ameddig a rügypattanás nem indult meg, addig végezzük el ezeket a metszéseket, mert különben ezzel károkat tudunk okozni. Gyakorlatilag már lekéstünk róla? Hát, napok vannak hátra gyakorlatilag. Milyen gyümölcsfákat kell metszeni, melyeket nem kell? Általában azt szokták mondani, hogy az ilyen nagyobb rügyű gyümölcsfákat, mondjuk például a cseresznye, azt nem érdemes metszeni, vagy nem szabad metszeni. Fontos, ennél sokkal fontosabb, hogy jó gyümölcsfajokat válasszunk. Tehát, hogy annak idején ugye az volt a divat, hogy van egy cseresznyefa, és akkor az óriás, és hívni kell a szomszédokat is segíteni leszedni a különböző terméseket. Ma már oda kell figyelni, lehetőleg törp alanyú fajtákat válasszunk, és akkor egy gyümölcsfa, ez egy klasszikus új kertbe, 1-2-3 légköbméterben elfér a teljes termőfelület, és mindenféle létre meg egyéb életveszélyes eszközök nélkül le tudjuk szedni a gyümölcsöt. Ennek érdekében tulajdonképpen azt tanácsa, hogy mindenféle gyümölcsfát metszünk? A legtöbb gyümölcsfát metszeni kell. Igazából az a probléma, hogy nagyon sokan, ha nem kezdetektől szakszerűen metszenek egy gyümölcsfát, akkor később azt már nagyon nehéz helyrehozni. Vannak ilyen általános elképzelések, vagy általános irányelvek, hogy mondjuk a gyümölcsfa közepébe irányuló hajtásokat, azokat érdemes többől kimetszeni, hogy ugye levegőszellős legyen a lombkorona, tehát igazából ezeket kell figyelembe venni. Komposztálás. Lehet-e már komposztálni, vagy még hideg van ahhoz? Komposztálni azt mindig lehet, az a fontos, hogy ha összegyűjtünk a kertünk egy lehetőleg félreeső árnyékos részén komposztot, akkor azt vagy prizma alakba tegyük, tehát hogy semmiképpen sem csak úgy halmokban, vagy vegyünk neki valamilyen ládát. Hát árulnak ilyen műanyag ládákat is, hát szerintem azért autentikusabb, hogyha valami faládába próbáljuk ezt elhelyezni. Mindenképpen javaslom, hogy valamilyen szúnyoghálót, vagy valamivel fedjük le, vagy egy rasehálóval, bármivel, hiszen akkor a legyek, meg mindenféle egyéb rovarok ezt meg fogják támadni, és kellemetlen lesz nekünk. És hát
Hát a városiak kedvéért muszáj megkérdeznem, hogy mi legyen a balkon növényekkel. Eddig lent voltak a pincében, elő lehet már szedni őket. Igen, a balkon növényeken még egy picit várjunk, mert azért, mert néha ilyen 18-20 fok felé is felszalad a hőmérséklet, az nem azt jelenti, hogy már ki lehet őket tenni. Tehát klasszikusan ilyen április 28, május 1-2 felé lehet ezeket kitenni. Mindenképpen fel kell hozni őket a pincéből, át kell ültetni, és erőteljesen vissza kell vágni, és aztán el kell velük indulni gyakorlatilag a vegetációs időszakban, és két hetente mindenképpen tápoldatozni kell. Jó, akkor muskátli még marad a pincében egy mindenképpen. Kicsit, hiába süt a nap, így van. Még jöhetnek fagyok. Köszönöm szépen, hát remélem, hogy hasznos tanácsokat adtunk. Most pedig akkor irány a kert, de most már Kosztolányi Dezsővel kézen fogva, hogy így mondjam, egy ilyen jeles képzavarral éljek, ugyanis 125. évfordulója alkalmával egészen április 14-ig emlékkiállítás látható. Mi a kiállítás egyik szervezőjével, Gyurkovics Tibor özvegyével beszélgettünk.